Dombóvárváros elismerő díszjelvénye, kiemelt hangversenykórus, több alkalommal aranykoszorú diploma minősítés. Csak néhány azok az elismerések közül, amit a dombóvári kapos kórus közel 5 évtizedes fennállása alatt magáénak tudhat. Jövőre lesz 50 éves, és egy nagy koncertsorozattal készülünk, 50 év, 5 koncerttel a jövő év október 22-i tulajdonképpen jubileumi ünnepi koncert, amely fotokiállítással egybekötött emlékképek felidézésével és egy nagyszabású koncerttel. Az elmúlt 48-49 évből lassan 26 fűződik, 27 a művészeti vezetésem alá. Ebben évi 8-10 koncert biztos, hogy volt. Évente külföldi utak, minősítők, nagyon sok minden olyan névós rendezvényen fellépett a kapos kórus. A legutóbbit azt hiszem, hogy a Kodály centenárium, Kodály ünnepség sorozat keretében egy Missa Breviszt énekeltünk a Pécsi Mecsek kórussal közösen Pécset, és itt Dombóvárnak óriási sikere volt. A gyakorlás az nagyon fontos, nem csak a professzionális zenészeknek, hanem az amatőr zenészeknek is. És azt kell, hogy mondjam, hogy éves szinten, 10 hónappal számolva a nyári szünetet, ugye mindenki békésen tölti, egymagában gyakorol, de évente 10 hónap, és ha belevesszük, akkor a heti 2 próba, plusz a fellépések előtti közös próba, plusz a 8-10 éves fellépés, egy igen szép számot, 100 fölötti számot ad ki próbák és fellépések tekintetében. A kórus által az elmúlt években bezsebelt díjak is mutatják, hogy a kitartó munka meghozza az eredményt. A magas színvonalú éneklés lehet veleszületett adottság, de mindenféleképpen tanulást és rendszeres gyakorlást igényel. Aki ismeri a zenét, aki jártas és műveli valamilyen szinten a zenét, és hát személyemet valamennyire ismeri, akkor nyilvánvalóan tudja, hogy a szigor, tehát zenélni nem szigorral, de borzasztó fegyelemmel lehet és kell is, hiszen a zenében minden század másodperc előre megkomponált, illetve ahhoz, hogy 30-40-50 ember, vagy esetleg 3 is együtt tudja muzsikálni, ahhoz a legnagyobb fegyelemre van szükség, és figyelemre, és természetesen a zene szeretetére. Dombóvár egyik olyan kiemelkedő nívós együtteséről, amatőr együtteséről van szó, amely valamikor az ének zene tagozatos általános iskolában tanult egykori diákokból áll, és ma is kiválóan szolmizálnak, énekelnek. Itt az utánpótlás képzéssel egy picit mindig példálozom, és a régi elődökről lehet ne példát venni egy picit jobban, hogyha hasonló létszámmal jönnének minden generációból, ami az elmúlt 50 évben ugye felnőtt, akkor nem 30-an lennénk jelenleg, hanem 120-130-an. De bízom benne, hogy az utánpótlás is meg fog oldódni a jövőben, ugyanúgy, ahogy eddig. Műsortervezete, repertoár az mindig az adott évnek a fellépései, illetve a tervezett koncertjei tekintetében kerül kiválasztásra. Van egyfajta választási lehetősége a kórustagoknak is, de általában a kínálatot azt én szoktam összeállítani, mint egy menüt, és hát szeretem mindig, hogyha változatos a menü, tehát az elmúlt 26 évben könnyűzenét, illetve bocsánat, könnyű zene nincs, szórakoztató zene van. Szórakoztató zenén keresztül a magyar kóruskultúra, az egyetemes kóruskultúrának egy-egy szeletét mindig valamilyen formában énekelte, és énekelni is fogja, szeretném, ha énekelni a kórus.
A Kapos kórust egy újabb díjra találták érdemesnek, de ezúttal a közönség segítségére is szükség van a már nívós díjakat magáénak mondható együttesnek. 2014-ben került megalapításra a Tolna Prima közönségdíj, mely már 7 év óta minden évben előfordul így Tolna megyében, és ebben az évben az a megtiszteltetés ért bennünket, a Kapos kórust, hogy mi a 3 jelölt közül az egyik vagyunk. Szeretném kérni a dombovári civil szervezeteket, a dombovári polgárokat, hogy támogassanak bennünket, hiszen ez egy igen rangos díj, és e hónap november 18-tól november 25-ig egy héten át szavazhatnak a jelöltekre, és szeretnénk elnyerni ezt a díjat, hiszen jövőre leszünk 50 évesek, és úgy gondolom, hogy a sok munka azt tükrözi, hogy erre a díjra megértünk, és megérdemelnénk. Amennyiben tehetik, a következő napokban figyeljék a Kapos kórus közösségi felületeit, ahol megtalálható lesz majd az az SMS szám, amelyen keresztül szavazatukkal hozzásegíthetik őket a Prima közönségdíjhoz.